20 éves lett a Prince of Persia The Sands of Time, mely nem csupán egy meghatározó klasszikus cím, de konkrétan az a játék, aminélkül nem születhetett volna meg a Ubisoft jelenlegi legfontosabb franchise-a, az Assassin's Creed. Éppen ezért a kerek évforduló alkalmából hoztunk nektek néhány érdekességet a Sands of Time trilógia első felvonásával kapcsolatban. Perzsia hercege az elmúlt évtizedben nem sokat hallatott magáról. 2020. szeptemberében aztán a Ubisoft megtörte a csendet és bejelentette a The Sands of Time remake-ét egy viszonylag közeli 2021. januári megjelenési dátummal. A felújított játék előzetes azonban nem nyerte el maradéktalanul a rajongók tetszését, és akkor finoman fogalmaztunk. Ízekre szedték a Ubisoft Dune és Mumbai által újra gondolt kaland kinézetét. A negatív visszhang hatására a 2021 elejé megjelenésből előbb március lett, majd nem sokkal később határozatlan időre elhalasztották a játékot. Sok-sok hallgatás után pedig jelenleg annyit tudunk róla, hogy visszakerült a projekt az eredeti The Sands of Time-ot is tető alá hozó Ubisoft Montrealhoz, akik a nulláról indítják újra a fejlesztést. Szóval egy ideig biztosan nem számíthatunk a remake-re, pedig milyen szép is lett volna a játék 20. évfordulójára megkapni a herceg felújított klasszikus kalandját. Helyette viszont be kell érnünk a 2024. januárjában érkező új 2D-s Prince of Persia The Last Crown-nal, ám valljuk be, ez mégsem az, amire a The Sands of Time trilógia rajongói vártak. Lássuk tehát, hogy mit tette igazán különlegessé ezt a klasszikus játékot. Az 1989-ben útjára indított franchise már kezdetben is úttörőnek számított, főként innovatív animációs megoldásai miatt. A széria atya, Jordan McNair saját öccsét videózta le a kertben egy borús délutánon, ahogy össze-vissza ugrál, majd ezt ültette át egy videójátékba. Így született meg a Herceg mozgása. A 2D-s akciójátékot még két folytatás követte, ám a Herceg 3D-be való átültetése enyhén szólva is hagyott némi kívánnivalót maga után, így egy darabig parkolópályára került a sorozat, minem a Ubisoft 2001-ben megvásárolta a Prince of Persia jogait. McNair számára olyan negatív tapasztalat volt az első 3D-s kaland elkészítése, hogy többé már nem is akart foglalkozni a franchise-al, ám a Ubisoft unszolására végül beadta a dereket, főként azért, mert tetszettek neki a francia kiadó tervei. A Ubisoft Montreal 2001. júniusában kezdte el a játék fejlesztését, és volt, hogy egyszerre 65-en dolgoztak a herceg kalandján. A The Sands of Time párhuzamosan készült az első Splinter Cell játékkal, ami szintén egy nagy sikerű franchise-t indított útjára. A The Sands of Time fejlesztői sokat inspirálódtak az 1001 éjszaka meséiből, csak úgy, mint McNair az eredeti Prince of Persia elkészítésénél. A játék első változatában a hercegnek két szerelme is lett volna, ami végül csak a trilógia záró epizódjában, a The Two Thrones-ban valósult meg, emellett két főgonosz és szintén két a főhős segítő karakter terveztek a játékhoz. Továbbá az egész cselekmény a herceg otthonában, a palotában zajlott volna, és nem egy idegen királyságban. Az idő manipulálása volt az egyetlen elem, ami már a kezdetektől fogva a koncepció része volt, ugyanis a The Sands of Time rendezője, Patrice Désilets, a Donald Duck, Going Quacker című kőkemény platformer játékban úgy érezte, hogy a sok elrontott ugrás korrigálására kiváló lenne egy idővisszatekerős mechanika, amivel csökkenteni lehetne az elhalálozások miatti frusztráció kialakulását. Ez az ötlet pedig bekerült a The Sands of Time tervezetébe is. A bonyolult korai elképzelések zömét a fejlesztők hamar elvetették, és megállapodtak abban, hogy a játékot négy alapvető pillérre építik. Az első ezek közül az volt, hogy a kaland cselekménye 24 órától áll fel, és a perzsák szövetségesénél Azadban játszódik. A második, hogy fontos szerepet kap a játékmenetben a platformrészek implementálása, a harmadik, hogy az akrobatikán kívül a harcra is nagy hangsúlyt fektetnek, és végül, de nem utolsó sorban egy új mechanikát, az idő visszatekerését is beszerették volna építeni a játékmenetbe. McNair szerepvállalása miatt az is fontos volt, hogy véletlenül se a katasztrofális Prince of Persia 3D-ből inspirálódjanak a fejlesztés folyamán, hanem a 89-es eredeti játékból. Ez pedig igen nagy vállalásnak bizonyult, hiszen az egész kalandot a kor igényének megfelelően kellett átültetni 3D-s környezetbe. A fejlesztők a Beyond Good and Evil-nél is használt Jade grafikus motor felturbózott változatát alkalmazták, ami a korábban látottaknál szebb mozgásanimációt biztosított a hercegnek. Ez a motor tette lehetővé főhősünk öltözékének valósághűbb mozgását és az akkoriban igen látványos fényefekteket is. Mivel a játékon sokan dolgoztak egyszerre, ezért gyakran akadtak problémák a korábban már bevált motorral. A fejlesztő csapat azonban nagyon lelkes volt, és ezért könnyedén vették az eléjük gördülő akadályokat, sőt egy ponton azt tervezték, hogy a The Sands of Time-ot két részletben adják majd ki, hogy minden tartalmat bele tudjanak tenni, amit elképzeltek. A kivágott részek között volt egy griffmadárral vívott boss harc a Sultan állatkertjében, ami végül nem veszett el, csak átalakult. A trilógia második etapjában, a Warrior Within-ben a herceg végre megküzdhetett a szárnyas bestiával.
Maga a fejlesztés amúgy nem volt egyszerű folyamat, hiszen a végső változatig több mint 150 féle verzió készült a The Sands of Time-ból, ami menet közben hol remek ötletekkel bővült, hol kidobtak belőle nem működő elemeket. A hercegnek például közel 800 féle mozdulata van a játékban, pedig több lehetőséget is elvetettek a fejlesztők, így kimaradtak a kung fu filmek által inspirált létrás harcok, a lovaglás és a repülőszőnyegen való suhanás is a főszereplő repertoáriából. Nem csoda, hiszen az ellenfelek így is néha nagyon együgyűnek tűnnek az elképesztően látványos és akrobatikus mozdulatokkal operáló herceghez képest. A Sands of Time története a becsvágytól fűtött hercegről szól, aki bizonyítani szeretne apjának, ezért megszerzi az időtőrét. Később a szultánnál tett látogatásuk során a király jobb keze, a gonosz vezír ráveszi őt, hogy a törzs segítségével szabadítsa el az idő homokját. A herceg naivan bele is szúrja a nagyhatalmú fegyvert az ősi homokórába, ám ezzel elszabadul a pokol, és a szultán palotájában tartózkodó emberek egytől egyig agyatlan homokszörnyekké válnak. A történetet Jordan Mechner írta, és ő volt az, aki megteremtette a játék központi elemét is, az időtőrét. Mechner az íráshoz 10. századi perzsa költők verseit hívta segítségül, ezáltal tudta elképzelni, hogyan is nézhetett ki a főszereplő herceg. A fiatal harcos a játék elején megszerzi az időtőrét, ezt a szekvenciát pedig az elveszett figyláda fosztogatói inspirálták, csak hogy Indivel ellentétben a herceg az idő visszatekerésének köszönhetően könnyen meg tudott lépni az összeomló barlangból. Mechner fő célja az volt, hogy a történet minimalista legyen. Egyszerű, de mégis magával ragadó. Ennek megfelelően az átvezető videók rövidek és lényegre törőek lettek, illetve a párbeszédek többsége, és így a történet is inkább a játékmenet közben bontakozott ki. A herceget Julie Loventhal szólaltatta meg, akit manapság főként Peter Parkerként ismerhetünk az Insomniac féle pókember játékokból, ám a színész karrierjében is fontos mérföldkőnek számít a 2003-as The Sands of Time, mivel ez volt az első főszerepe. A 2003 őszén végül megjelent a játék, és évvégére 2 millió példányt adtak el belőle, ami akkoriban hatalmas sikernek számított. A kritikák szinte mind kivétel nélkül pozitívan nyilatkoztak a herceg időmanipulálós kalandjáról, kiemelve a remek parkúrt és a hangulatos látványvilágot. A The Sands of Time-et tucat díjat bezsebelt és nagy sikernek örvendett, ezért nem volt kérdés, hogy elkészül a folytatás, ami egy évvel később 2004 őszén már meg is jelent Warrior Within címmel. Ez a kaland szöges ellentéte volt a The Sands of Time színes világának. Az 1001 éjszaka meséit idéző környezetet zord és sötét helyszínek váltották, a keleti zenét metal riffekre cserélték, a herceg pedig már-már antihőssé vált. Ez az éles kontraszt bár megosztotta a közönséget, mégis többnyire azért elnyerte a játékosok és a kritikusok tetszését is. A trilógiát végül 2005-ben a The Two Thrones zárta, ami hangulatában egyfajta hidat képzett az első és második rész között. Ezzel megszületett a The Sands of Time trilógia, és a záróetapot követően néhány évre megpihent a herceg, mert bár Prince of Persia Assassin's címmel egy újabb rebootot terveztek, ez mégsem valósult meg. Helyette egy teljesen új franchise jött létre 2007-ben, megszületett az Assassin's Creed, ami a parkurózós-kardozós játékmenetet vitte tovább egy nyílt világú környezetbe. Persze a herceg 2008-ban teljesen megújult formában, újraalkotott látványvilággal megbolondítva tért vissza, ám az alcím nélküli reboot bár jó kritikákat kapott, nem teljesített jól a kasszáknál. A 2010-ben érkező Jake Gyllenhaal főszereplésével készült Perzsia hercege az időhomokja filmmel párhuzamosan megjelent a The Forgotten Sands című játék is, ami megpróbált kicsit visszatérni a 2003-as gyökerekhez, kevés sikerrel. A Ubisoft pedig érthető módon inkább az egyre nagyobb sikereket elérő Assassin's Creed franchise-ra helyezte a fókuszt, így lassan, de biztosan a feledés homályba merült a Prince of Persia széria. 2024. januárjában újabb 2D-s címmel bővül a Prince of Persia franchise, a The Lost Crown képében, és a játékmenetből már most nagyon sokat megmutattak a fejlesztők, de valószínűleg a 2003-ban útjára indított trilógia rajongói egy picivel többre vágytak. Eközben a The Sands of Time remake elvileg továbbra is fejlesztés alatt áll, már hogy mikor jelenik meg, azt valószínűleg még a Ubisoft Montreal sem tudja. Azt sem tartjuk kizártnak, hogy a hamarosan megjelenő, kisebb 2D-s címmel a Ubisoft felméri, hogy mekkora az igény a hercegre manapság, és ennek megfelelően priorizálják az újragondolás fejlesztését. Bármi is legyen a széria jövője, addig is itt van nekünk a 2003-as eredeti The Sands of Time, ami nem igazán fogott az idő vasfoga, hiszen még most is látványos és szórakoztató a parkurozás, az idő visszapörgetését pedig a mai napig nem lehet megunni, mindehhez ráadásul hangulatos körítés és remek zene is társul. Szóval a remake-re való lassan végtelennek tűnő várakozás közben is érdemes elővenni újra a The Sands of Time-ot és visszautazni az időben abba a korba, amikor a Ubisoft még évente szállította a szórakoztató Prince of Persia kalandokat. Nektek milyen emlékeitek fűződnek a The Sands of Time-hoz? Írjátok meg kommentben. Legközelebb újra találkozunk, sziasztok!